kést. Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Igen, érdekes energiák vannak a térben. Hát a Facebook csoport az elérhetetlen a jelen pillanatban. Ezért készítjük most itt, majd a csatornámon meg lehet lesz majd nézni ezt a meditációt. Először is szokás szerint menjünk le Földanyához. Gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le Földanya kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett Földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba, gömböt kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a gyermek. Támaszd meg a gerincet, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiára, és figyelj a megérzéseidre. Kérem, 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 kérek minden égi lényt, a teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a szent szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistos, a sárkány nemzetség, Lemuriai mesterangyalok,
Atlantis angyalai, atlantiszi magarmágusok, tündérek, boszorkányok, aranyasszonyok, Mária, Szananda, Mihály, Gábriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízis. Teremtő istenek. A nagy fehér testvériség. Felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők. A csillagcsaládok. Segítő angyali tudatmezők. Szeretett felettesén, belső gyermek vele született. Lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. És most leírjuk azokat az energiákat, frekvenciákat, rezgéseket, információt, mindezt, amire most szükséged van. Na, drága univerzum, égi segítőink, küldjetek információt, mi van az energiatérben. Egy mini káoszt látok, mint amikor a adat továbbító kábelek össze-vissza kuszaság van. Kábel végét rossz dugajszolajba gyukják bele. Nem árad
tisztán és egyenesen az információ, egy ilyen mini káoszt látok most. De már dolgoznak rajta, hogy kijavítsák. Igen, egyre jobb, egyre tisztább. És most kivilágosodott minden. Tiszta a kép. Tiszta a kapcsolatunk az univerzummal, az energiákkal, frekvenciákkal. Hullámzó intenzitású energiák jönnek. Hol erősebb, hol gyengébb. Na, a kvantumtérbe is most már föl tudunk menni. És egyre erősebb a fény.
Furcsa energiák vannak, mintha a minimumtól a maximumig végigskálázna mindent, oda-vissza, egy ilyen hullámzó periódusokban. Ilyen, mint amikor ilyen tömörített fájlokat csomagba küldenek egymás után. Nem folyamatos. Nagyon szakadozik a kommunikáció, nagyon szakadoznak az információs csatornák. Most az jött le, hogy ez el fog tartani egy darabig. Annyi lett, hogy ne ess pánikba, semmi bajod nem történhet. Csak ezek az információs csatornák bolondultak meg. Mint egy ilyen elektromágneses vihar lenne, olyasmi érzésem van, és az zavarja meg ezeket a csatornákat, frekvenciákat.
Most az jött le, hogy ez is a program része. Okkal történik. Most valami olyasmi jött, hogy befejező vagy lezáró program. De most tiszta zöldet látok, egy ilyen gyógyító, harmonizáló energiát. Meg lilát, meg kéket, de nagyon sok zöldet, a zöldnek milliónyi árnyalatát, meg halványkék, fehér, van itt minden. Nincsen rossz érzésem ezzel kapcsolatban. Mint egy ilyen jó indulat áradna. Ilyen vegyes hullámok, amik még nincsenek szétválasztva. És jön a zöld, tehát ez a harmonizáló. Tehát működésbe lépett a program, működik a program, a teremtő programja. Érdekes módon, mintha nem is a fizikai testben, hanem fölötte, tehát a fizikai testen kívül lévő energiamezőbe történne mindez, egy sávba. Tehát a kvantumtérbe. Ha megszűnne a téridő, az anyag, és csak a tiszta energia áramlik. Most azért, hogy egyszerre sok információt kell befogadnod, de csak annyit fogsz kapni, amennyit fel tudsz dolgozni.
És az jött le, hogy ez már egy nagy lépés lesz. Hú, mennyiféle zöld színárnyalat. Hát ez pedig gyógyítja a fizikai testet. Mintha szétválnának a testek. Külön-külön lehet érezni a energiatestet, a fizikai testet, a mentális testet, kauzálist. Mindet külön lehet érezni. Hogy aztán összejárjon egységbe majd. Egy új átrendeződés folyik. Ahogy érzékelem, nincsenek komoly fizikai mellékhatásai. Szép lassan kezd összeállni egy kép, ilyen mozaik kockákból egy kép, egy történés, egy történet. Aminek te vagy a főszereplője. Hogy minden rólad szól. Anyag és energia, szellem, és öröklét. Csodálatos. Olyan mélységeket látok, meg olyan magasságokat. Ez tényleg egy új dimenzió. Mélység, ami megmagyarázhatatlan, ami nem is mély. Magasság, ami nem is magasság. Egy hihetetlenül jó tér. Egy dimenzió. De hihetetlen érzés. Van mélysége, és még sincs. Van magassága, és még sincs. Van anyag, de még sincs. És csodálatos érzések vannak. Rezgések és frekvenciák.
Na, meg gyönyörű szép színek. A sejtjeid most kommunikálnak ebben a dimenzióval, vagy energiamezővel. Mint egy folyam, egy ilyen arany energia folyam lenne. De közben nem is folyam. Mert egy pont, és van kiterjedése, meg nincs is. Folyik is, meg nem is. Hihetetlen. És egy test nélküli tudat vagy. Ennek a... ennek a közepén. És mint egy kívülálló szemléled a... ezeket a... csodákat. Energiát. Dimenziót. Na most ez jött le, hogy ez az igazi otthonod. És tényleg nagyon jó érzés itt lenni. Na, és ezt a dimenziót, energiamezőt jó pára meg fogjátok tapasztalni. Mint egy kívülálló figyeld a mostani történéseket. Ez is egy új tapasztalatszerzés. Nagyon sok új dolog jön majd. Információ, rezgés, tér, anomália, mágneses vihar, van itt minden. Érdekes, ilyen visszintes mátrixokat látok, de függőlegeseket is.
egy kockarácsháló. Annyiban, hogy csak figyeld a történéseket, és hullámozzál az energiájával. Nagyon sok új-régi tapasztalatra teszel most szert. Azt mondja, hogy éld meg, amit meg kell élned. Na, hajrá! Namaste! Áldás minden létezőre, áldás ezekre az új dolgokra, a felemelkedésre, áldás rád!